Üdvözlök mindenkit, én vagyok az újra, és ez itt a harmadik rész, ugye? Harmadik? Igen, harmadik. Na már most, én szorgoskodtam, és szedtem ugye ennyi követ, meg megvan a 9 gold nugget, sok vér és könny árán, de megvan. Illetve szeretnék most így kapásból magamnak egy új csákány, mert felhasználtam az egészet, és nagyon sokan írták, hogy addoljam már vissza, nem fogom visszaadolni. Mert abban mi a móka? Tehát én szeretek úgy játszani, hogy a következményekkel. Tehát abban mi a móka, hogyha érted, valamit elrontok, akkor nem kezdtem újra. Hogy az életbe se lehet újra kezdeni, ha valamit elrontasz. Elrontottam, ezzel kell élni, sajnálom. Szóval nem lesz új Darkmotor csákány, ezzel kell élni. Na már most, én ezt a... Betanítottam? Gold nuggeteket? Szerintem be. Igen, be. Akkor... Ezt átalakítjuk egy aranyrúddá. Ja, igen, nem lehet még húzogatni, egyesével ki kell rakni. Ezt is betanítjuk. Aztán ezt vissza lehet alakítani egy vasrúddá, azt hiszem. Illetve 8-á. És ezt is betanítjuk. És tessék, itt a vas. How wunderbar. Na már most, küldetéssel lehet foglalkozni. Mi a küldetés? Menjünk csak át erre a laggos szigetre, és nézzük meg, mi a küldetés. Amúgy ezt a platformot kifogom majd a kicsit... Rossz irányba indultam már. Ezt a platformot kicsit kifogom szélesíteni, mert biztos vagyok benne, hogy egyszer valamikor le fogok esni itt is. A kult szó az is. Oké, azt hiszem ez volt az a hely, igen. Screwdriver az egy vas, transmit table... Amúgy elnézést a random köhögésekért, nem vagyok még teljesen egészséges. Ezekhez az a baj, hogy nagyon sok vas kell, kivéve a stoneból, az elég könnyű. Azt hiszem ez is kell. Juggernautnak torch az mondjuk könnyű. Scoop. Az meg mi? Az azt hiszem kell egy darab gyapjú, nem? Scoophoz egy darab gyapjú kell, de az meg egy 4 darab string, nem? Igen. Oké. Akkor poke egyrészt. Nézd meg, 3 másodperc évek el, és már ott vannak. Oké, screwdriver, egy vas, transmute table, az kell sok obsidian, amit nem tudom, hogy fogok tudni megszerezni. Auto crafting table. Aha. Crafted. Majdnem. Auto crafting table, az nem kell semmi, tulajdonképpen csak fa, szóval azt akár most is. Szóval akkor csináljuk azt, hogy én most... Ez leesett? Szerintem ez leesett. Hehe. Béna. Akkor a mai részben szerintem azt fogom csinálni, hogy ez a fa még továbbra se nőtt ki, ami egy kicsit frusztráló kezd lenni, mert már nagyon régóta itt van. Kezdjük azzal, hogy platform bővítés, mert elég kicsi nekem ez az élettér, ami itt van, szóval bővítsünk platformot, ameddig van kövem. Aztán meg majd meglátjuk, mi lesz utána. Mert ezt mindenféleképpen növeszteni szeretném, hogy ne legyek ennyire veszélyes helyzetben. Azért is szedtem ennyi követ felvételen kívül. Aztán remélhetőleg kinő az az egyetlen egy szerencsétlen fa. Hogyha az megtörtént, akkor onnantól le lehet kezdeni gondolkodni a küldetéseken is. Elvégre hát azért vagyunk itt, hogy küldetéseket csináljunk, ha nem, ha de... Azt átvettem Vetrániótól, az olyan gáz. Ő szokta mindig állandóan ezt mondani, ha nem, ha de... átvettem tőle, akaratom ellenére. Szóval sajnálom, ezt el kell tűrnötök, a végre szokok róla. Igen, mit mondtam? Az, hogy a fát... Na most nem tudom, hogy ennek kell közvetlen napfény, mert akkor azt nem kap, mert ugye ez alatt van. Szóval nem tudom, hogy emiatt nem nő ki, vagy csak szimplán nem nő ki, és vége a történetnek, és várni kell. Bár szerintem ez is szerepet játszik abban, hogy miért nem nőtt ki eddig. Mennyi követ akarok meghagyni? Ha te ott fölösleges vagy. Szerintem azért nem használom az egészet, tehát azért valamennyit hagyok extrába. Szerintem úgy nagyjából egyenlőre egy ekkora platform bővítés elég, és ha már itt vagyunk, akkor át is alakítom fűvé, mert mindenki jobban szereti a füvet, true story. Na most nagyon fontos, hogy shift jobb klik, mert ha nem shift jobb klik, hanem sima jobb klik, akkor homokká alakul és lezúdul az egész. Ugye, mert megtanultuk az előző sorozatból. Oké, okay, ezt discharge-oljuk. Így. És értékeket be. Ajjajjaj. Ezt is elülthethetjük, mert ugye ez is feladat.
te ott nőhetsz. És akkor egy screwdriver-t már tudok csinálni. Ez ugye csak így ennyi. Oké, ez egy feladat. Na most a feladatokat igazából külön ládába szeretném, csak nincs elég fám egy külön ládához, ami mondjuk elég gáz. Mert hogy azért a fa az nem nagy tudomány, és pedig abból sincsen. De egyelőre akkor lerakjuk ide. Oké, homokkal ugye azt tudjuk csinálni, nem tudom, betanítottam-e. Betanítottam, hogy azt ki lehet égetni. És akkor ugyanannyiért lesz betanítva üvegünk is. Ami, hát szerintem, nem tudom, betanítottam-e mindenféleképpen. Igen, az is megvan. De mondjuk itt van ez a rengeteg kő, meg rengeteg minden, azt át lehetne alakítani értékes dolgokká. Jó lenne csont is, ha lenne, mert akkor az jóval gyorsabb lenne. Itt a feladat a szén, amit gondolom itt kell majd kiégetni, faszén, tehát másra nem tudok gondolni. Üveg, ugye az is egy EMC, szóval Wunderbar, lehet üveget is gyártanunk mostantól, ha bármire, bármiért szükségünk lenne rá. Gomba. Nem tudom, mennyire van szükségünk gombára, de az 64 EMC rögtön. Szerintem egyenlőre úgy nincsen. Mert ugyanúgy, ahogy erre se. Szóval annyi obszidiánra szükség van. Azt elégethetjük szerintem az így az összeset. Oké, egy 184 EMC. Használjuk fel okosan. Ugye kellett transmute table, az meg azt hiszem 4 darab obszidián. Transmute table, 4 darab obszidián. És ugye van egy, tehát már csak 3 kell. 3x64, az kérem szépen mindjárt megmondom, hogy 192. Szóval 192, az pont nem elég az EMC-re. Bár ki tudom pótolni kővel. És akkor pa. 192. Hogyha elméletileg, akkor ez pont 3 lesz. Ó, milyen gyönyörű. Oké. Illetve szükségem lesz még 4 darab, ezt én magammal akartam hozni, 4 darab sima kőre lenne szükségem. Illetve, nem tudom, de van tanítva? Nincs. Akkor ki kell égetni, jó. Csak mert ugye a sima kőnek ugyanúgy egy az EMC-je, mint a nem simának. Akkor nem is használok többet, mert ha ezt az egyet betanítom, akkor innentől egybe lehet cserélni, és úgyhogy nem használok fel fölösleges alapanyagokat, szóval okosan kell játszani, srácok. Oké, most már csak a Philosopher's Stone, és akkor még egy küldetéstár tulajdonképpen el is készül. Szerintem ez a legdrágább az összes közül. Örülök, hogy ezt letudhatjuk, Transit Table. Oké, tégén is eltárolunk itt biztonságban. Mindig elfelejtem, mi volt még komolyan szükem? Fel kéne írni külön, hogy ne kelljen állandóan erre a szigetre átjönnöm, mert itt ilyen nagyon nevetségesen kevés az FPS-em, mert annyi masina van ebben a hegyben, hogy az nagyon ártani tud nekem. Na, tehát megvan, autocrafting, az csak fa, bár az sincsen. Stone bowl, azt hiszem meg tudom csinálni, project table, mibe kerül? A project table, az is csak fa, megkő tulajdonképpen. Csak hát fám sincsen. Igen, ez végül is annyira nem nehéz, csak meg kéne várni már azt a rohadt fát, mert kezd irritálni, hogy ennyire durván nincsen. Jó, akkor szerintem a Stone Bolt azt meg tudom csinálni, az kettőre tudok gondolni. Vagy sima kőből, vagy ilyen kőből is jó, de nem, mert sima kőből kell. Ugye azt tudjuk, hogy ezt könnyen lehet szerezni. Így, Stone Ball, ez így megvan. Még egy küldetéstárgy. Még kéne egy vas az Iron Chesthez, aminek az EMC-je 256. Na, azt nem fogom tudni most beszerezni, bármennyire is akarom. Hát várunk tulajdonképpen, nem tudok jobbat. Hogyha mondjuk lemehetnénk a Netherbe vadászni. Mondjuk ezt megcsinálhatnánk, hogy lemegyünk a Netherbe még vadászni egy keveset. Mondjuk ebből kéne vinni egy extrát. Igen. Ez a kar mindjárt elkopik. Oké. És akkor az is pár extra EMC, hogyha akarom. Következő részben szerintem azzal fogok foglalkozni, hogy egy mob spawnert
fogok csinálni, ami szerintem, tudom, hogy már sokszor csináltam, de egy ilyen mapon az a legjobb módja, legalábbis még a játék elején, az a legjobb módja az EMC szerzésnek, szóval az lesz a következő rész témája, addig valószínűleg fogok még bányászni követ, mert ez nevetségesen kevés, illetve automatizálni kéne ezt a kőbányászást, mert elég unalmas, hogy én vagyok ott egyedül. Hé te, most beléd kötök. Aha, oké. Okay. Nem tudom, megpróbálok beszerezni ebből párat EMC-nek, hogy ezért legyen. És ne legyek ennyire látványosan csóró. És akkor a következő részben szerintem beindulnak jobban a dolgok, mert akkor hogyha lesz több vasunk, illetve nem. Két rész múlva indulnak be majd a dolgok. A következő részben csak építkezünk, lesz rengeteg EMC-nk, és utána, amikor lesz rengeteg EMC-nk, akkor fog beindulni a dolog erőteljesen. Tehát szerintem én azt jósolom, hogy két részen belül meg lesz a küldetés, az első nagy küldetés csoport. Oké, okay, ez kettő, ennek akkor mennyi az EMC-je? 227, ez egész sok. Most megint, ja, ez csak kettő, kettőt még le tudok gyűrni, az még nem probléma. Három az már necces, négyet már nem. Oké, okay, ott van, egy és kettő. Nekem ennyi elég tűnés erről a szar helyről, nem szerettem a Nethert, jól megutáltatta velem magát. Találkozunk fent! No már most, esteledik. Azon gondolkodom. Nem, nem gondolkodok semmin. Elégetjük, elégetjük. Tudok kivenni egy darab vasat, az biztos. És ezzel szerintem megvan az Iron Chest, mert az nem kell rendes. Azt, igen, fotó húzni akarom, de sose sikerül. Ez egy Iron Furnace. Akkor csak kell egy rendes láda a közepére. Amihez továbbra sincsen elég fám. Egy darab fám. De nem, az a baj, nem akarok EMC-ből kihúzni, mert úgy is lesz, tehát biztos vagy benne, hogy ez ki fog nőni, és akkor lesz fám. Szóval nem akarok arra EMC-t pazarolni. Minek, hogyha úgy is lesz magától. Szóval csináljuk azt, most úgy is esteledik. Elsétálok a szigetről, és hát ha beszpannolnak csontig. És akkor meg tudjuk gyorsítani egy kicsit a folyamatot, annak nagyon-nagyon örülnék, mert ez így eléggé lame, úgy mondjam. Hát basszus, csak titeket nem akartalak a szigetemen, hát ez nagyon jó. Pont mondani akartam, hogy csak ezek ne legyenek. De ezt nem hiszem el. Komolyan, négy darab creeper. Ne szórakozzatok velem. Hát ez... Hú. Köszönöm szépen. Jó, az mondjuk jó, mert ezek úgyis leestek, mert hülyék. Nem, baromira nem esnek le. Ne. Áú. Hát nincs építőanyagom, mondjuk ezt még át tudom ugrani. Ott egy pók, az mondjuk. Hát kell a scoophoz a string, de amúgy annyira nem. Oké, okay, azok leesnek. De basszus, a creeperök miért nem esnek le? Remélem mondjuk itt leesnek. Leesel? Megáll basszus. Mondjuk letolja a másik. Figyelj. Oké, okay. Ott van egy. És persze, várjál. Milyen türelmes vagy, komolyan. Úgy. Egy ilyen kis parkőr mapot csinálok magamnak tulajdonképpen. Mire végébe. Oké, okay, pókokat itt leküzdjük, most azzal nem szórakozunk. Tudom, hogy kellene a string, de annyira nem szórakozom. Jaj, elnézést. A Ender manusokkal meg nem kell foglalkozni egészen addig, amíg rájuk nem nézek. Amit igyekszem nem úgy tenni. Reparáljuk akkor a stájgot. Így, ilyen kis parkőr map, hallod? Továbbra is random köhögések a videó előfordulnak, ami élvezeti értékén dob egyértelműen. Nem a spanol, csonti véletlenül. Hallod ezek? Ja nem, azt hittem eltűntek, de csak hátat fordítottak a sötét éjszakában. Viszont azt a pókot én le akarom küzdeni. Kell a string. A scoophoz. Négy darab. Egy megvan, de egy leesett. Nem baj, ez is jó. Tanítsuk be. 12 EMC. Hát végül is. Az Ender Pearl nagyon sok EMC-t ér, csak nem fogom tudni leküzdeni őket, az hódzik el. Mondjuk ez most egyedül van. Nem, ketten vannak. Na mindegy.
Jaj, de rossz. Jaj, ez a megfázás. Megnézem, mondjuk nem kéne sprintelni. Megnézem a sziget túloldalán, hát ha van. Ugye ezek a kék fákják olyanok, hogy természetes ellenségei a moboknak. Az előző mapon volt, most melyen nincs? Az mi a rosszabb? Most őszintén. De nem, itt sincsen semmi extra. Tulajdonképpen ott is zombik jönnek. Természetesen, ami nekem kell, az úgy nem igazán. De van Skelly, csak cserébe van minden más is, ami nem biztos, hogy jó. De megpróbálom. Mikor a Skellynek pont nem kéne leesnie. Ne, várjatok, akkor csinálok ezt, akkor leesett, hát ezt nem hiszem el. Pók is mindjárt le, viszont én, jajjaj, nem áll, Philosopher Stone. Az még pont nálam volt, de nem baj, mert azt újra tudom kérni itt fent. Csak egy 5 percig állnom kell, ami egy kicsit unalmas. 5 perc. Jézusom. Hát akkor itt ezt az részt most befejezem, majd visszakérem. Ezt itt várok 5 percet, de nyilván nem akarom belerakni a videóba, hogy itt csak egy 5 percig. Szóval én ezt kivárom, ezt a részt befejezem, és legközelebb akkor mob csapdát építünk. Én akkor már köszönöm a figyelmet, sziasztok! Én Béna.